Csömbei András egy folyamatnak a szerves része, eleme, folytatója. Egyrészt van egy irodalmi értelmezői hagyomány, ami a 19. században ágyazódik. Ugye ez tulajdonképpen arról szól, hogy az irodalomnak mindig volt egy nemzeti, közösségi feladat tudata és vállalása. És az irodalom ugye több pusztán csak mint esztétika, hanem mindig valamilyen többletet is ad hozzá az a vállalása, hogy a nemzeti sorskérdésekkel is foglalkozik, és a nemzeti kultúrának az egyik letéteményese, plusz még ráadásul ugye azt a nemzeti kötőanyagot is az irodalom adta a magyar évszázadok során, amely ebből a népből ugye valódi kultúrnemzetet faragott. Az ő kedves szerzői gyakorlatilag a szép irodalom oldaláról ugyanebben a vonulatban tartoznak, csak emeljük ki az öt monográfiáját, ugye Sinka István, Nagy László, Sütő András, Csóri Sándor és Nagy Gáspár, mind-mind közélet iránt érdeklődő és nemzeti sorskérdéseket tárgyaló művet tett le az asztalra. Másnak is igénye volt erre, hogy Görömbei Andrásról szülessen egy könyv. Nem nagyon szokás irodalomtudósról, vagy egyáltalán tudósról könyvet írni, nem is nagyon voltak példáim. Tehát mihez nyúljak? Ugye vannak bizonyos monográfiák nagy emberekről, de egy irodalomtörténészről, egy önálló monográfiát írni, ugye ez egy elég járatlan út. És hát persze én közelebbről ismertem Görömbei Andrást, hiszen tanítványa voltam, és együtt is dolgoztam vele több mint 10 évig a Hitelfolyirat szerkesztőségében. Másrészt meg hát szinte minden írását elolvastam, és hát érteni véltem, gondoltam, hogy mit akar ő. De most újraolvasva a munkáit, rájöttem, hogy a korábban azért mégsem értettem én itt olyan behatóan. A hétköznapi kapcsolatban, a különböző beszélgetésekben bizonyos dolgok elsikkadnak, de így most újraolvasva talán aztán még jobban megértettem, hogy mit képviselt ő az irodalomtudományban.